Ahogy Radnóti mondja az áhítat zsoltáraiban, hogy szakadt, dúlt ajkunk között forgó feszülők szavaink is csókká gömbölyödnek. Nagyon bízok benne, hogy akkor ez a csók, ez valahol ott érik, úgy olyan mélységben, ahol Radnótiék mélysége volt. Köszönöm szépen. Ezt kívánom mindannyiunknak a stábban. Az egy komoly dolog lenne. Ez így, mondom, politikailag korrekt volt. Ez szuper. A vége, az tuti. Luther Imre vagyok, a költészet szerelmese. A versek gyakorta csak úgy jönnek és mennek az ember életében, egymásnak adva a kilincset, épp úgy, ahogy a vendégek. De van olyan vendég, akit nem eresztünk. És van olyan vers, amely nem ereszt bennünket. Ebben a műsorban ismert barátaim mondják el, hogy hogyan változtatta meg az életüket egy vers, és hogy mit gondolnak a világról. Ez itt az Élet a sorok között. Ma Törőcsik Franciskával, korunk ismert fiatal színészével találkozom, aki nem rokona, csak ismerőse és kollégája a Nemzet Színészének, Törőcsik Marinak, s aki Radnóti verseit úgy értelmezi, hogy azok a 21. század üzenetei. Egy hölgykorát nem illik firtatni, és nem is fogom. Mégis itt van mellettem Törőcsik Franciska, aki láthatóan fiatal, gyönyörű, és nem ma, de mégis szinte ma kezdte a pályát, és olyan mély lelki tartalommal rendelkezik, hogy Radnóti Miklós Tétova ódáját tartja az egyik legfontosabb versének, ami össze tudja foglalni igazából a szerelem minden velejáróját. Ez hogy van? Ez mégis egy kicsit magyarázatra szorul. Akkor első körben szeretnék én is visszakérdezni, hogy te mit gondolnál, hogy mi a kedvenc versem? Tehát ha mondani kéne egy verset, akkor mi lenne az, ami az én kedvencem? Hát én valami olyasmit gondolnék, mondjuk, hogy Rakovszky Zsuzsa Nature után. Aha. Ami egy, nyilván nem egy ilyen jellegű vers, de egy nagyon-nagyon pontos mai szituációt ír le, nem feltétlenül nagyon pozitív felhanggal egy nő számára, de azt gondolom, hogy egy mai párkapcsolatnak a 21. század egy nagyon pontos lenyomatát tudja adni. Igen, ez érdekes, hogy valóban nem női verset, vagy tehát női verset is választottam végül is, de nem női költőtől. Ezen én is gondolkoztam, és első körben nekem is eszembe jutott egy csomó női vers, de aztán végül is ennél kötöttem ki, mert valahogy azt érzem, hogy a 20. században annyi borzalmas dolog történt, és nem volt annyira kézenfekvő két embernek a szerelme, mint manapság. Ma itt vagyunk egymásnak, bárki, tehát nincsenek olyan nagy borzalmak, mondjuk Európában, hát sajnos a világ másik pontjain van probléma bőven, de hogy itt béke van, lehet így fogalmazni. És itt vagyunk egymásnak, és egyszerűen nem tudunk olyan mélyen szeretni szerintem, mint például Radnóti, ahogy szerette Fannit. És valahogy, ahogy ezt a verset olvasom, mindig az jut eszembe, hogy borzalmas, ami ez a két emberrel történt, ugye Radnótival különös, tehát Radnótinak különösen nehéz élete volt, és hogy valahogy ez az egész mélység, hogy ő úgy tudta ezt a nőt szeretni, Fannit, ahogy nem tudom, hogy ma tudjuk egymást ennyire szeretni, mint akkor ő. Radnóti Miklós, aki szenvedélyesen szerette hazáját, azt az országot, amely végül a halálba küldte, a haza és a szerelem szintiszta költője. Hogy nem textilkereskedő lett, hanem költő, abban az elhatározásában nagy támogatást kapott későbbi feleségétől, Gyarmati Fannitól. A Két karodban, vagy a Levél a hitveses című versek múzsája Radnóti életében biztos támasz volt. Mégis, mint minden szerelemben, Radnótiéknál is voltak hullámvölgyek, nem is egyszer. 1940-ben például viszonyt kezdett Beck Judit festőművésszel. Nem tudni, hány vers köszönhető a kapcsolatnak, de a Tétova óda biztosan nem. Azt a háború közepén 1943-ban írta. Ebben egyébként lehetetlen feladatra vállalkozik, szerelmének lényegét egyetlen képben, egyetlen hasonlatban szeretné megragadni. A címzet szívéhez biztosan eltalált. Gyarmati Fanni, aki 102 éves koráig élt, haláláig hű maradt szerelméhez. Abban volt már részed, amit Radnóti a Tétova ódában megírt, tehát, hogy megismerd azt a fajta emberi mélységet, egy emberi kapcsolat mélységét, amit ő ott leírt, akár szerelmi, akár baráti viszonylatban. Igen, én azt gondolom, hogy én így próbálok megélni. Tehát ami nem ilyen mélységű barátságban, vagy akár szerelemben, az,
az úgy, mert persze vannak olyan viszonyok, tehát vannak haverjai az embernek, meg ez természetes, de hogy mégis szerintem mindannyian ezt keressük, ezt a mélységet, amit Radnóti megírt, meg hát amit oly sokan megírtak. Ugye neked meg kéne fogalmazni számodra, mit jelent a költészet, a versmondás, a színház, akkor tényleg nagyon röviden egy-két mondatban hogyan tudnád megfogalmazni? Ez mi a te életedben? Tulajdonképpen, hát ez ugye egyrészt egy nagyon jó dolog az, amikor tényleg azt látom, hogy ettől emberek kapnak valamit, vagy elgondolkoznak, vagy kizökkentem őket, vagy pár könnyet hullajtanak, akármennyire is gonoszul hangzik, vagy nem is tudom, hogy őrülten, de hogy nyilván egy színész szeret hatni a nézőkre, ezért csinálja. De azon túl pedig természetesen önmagáról is szól általában, vagy én legalábbis én így gondolom, hogy természetesen arról is szól, hogy ezek által, a szerepek által magamról is megtudok többet, továbbá a szerep nincsen, nélkülem sem, szóval, hogy az a szerep, amit én játszom, az akarva-akaratlanul belülem egy szelet. Szóval, hogy ez meg egy ilyen tök jó dolog, hogy én is kellek ahhoz, tehát az én élettapasztalataim is fognak kelleni. Jól válaszoltam a kérdésre? Tök jó. Okay. Tök jó. Már azért is jól, mert élettapasztalata érzékelhetően van Törőcsik Franciskának. Fiatal kora dacára több mint tucatnyi filmbeli alakítását láthattuk, ennél is több színpadi karaktert tudhat magáénak. Számolatlanul ontja magából a szinkron szerepeket, és hangos könyveken is közreműködik. Földesi Margit magániskolájában tanult, majd a színművészetén szerzett diplomát. 2013-tól 4 évig a Székesfehérvári Vörös Marti Színház tagja volt, de játszott az Örkényben is. 2017-től pedig szabadúszó. De mindez csak adat, mert a kemény munka mögött, amelynek egyébként minden percét élvezi, érzékeny lelkű ember lakik, aki sokat gondolkodik a világról, értelmezi az emberi kapcsolatokat, és van elképzelése arról, mit üzen egy költő a jövő nemzedékeinek. Hogy tudtál ráakadni erre a verset? Hogy találtad te a verset meg, és a vers téged? Igazából én nagyon élveztem a gimnáziumi irodalom órákat, nagyon jó tanárunk volt, és valahogy mindig át tudta adni egy-egy versnek a mélységét, és akkor úgy ez bennem megmaradt. Egyébként újraolvastam néhány Radnóti verset, mert azt éreztem, hogy Radnótit szeretném választani, mert valahogy tehát mindig így nagyon közelinek éreztem az ő költészetét hozzám, és ahogy így visszaolvastam, egyszerűen annyira megmaradt ez bennem, hogy nem tudunk örülni olyan dolgoknak, amik itt vannak előttünk, és szerethetjük egymást, ők meg nem szerethették egymást, és ez valahogy annyira így megmaradt bennem, azon túl, hogy egy fantasztikus költeményről van szó, tehát ezek a képek, meg az a lehetetlenség, hogy igazából valójában, ugye ez egy örökké firtatott kérdés, hogy mi a szerelem, mindenkinek mást jelent a szerelem. Szabó Éva, tudod, mit mondott rá? Ő egy nagyon, nagyon helyes költőnő volt, aki egyébként a Magyar Rádiónak volt szerkesztő műsorvezetője, és ő például egy mondatban próbálta megfogalmazni, két sorban, hogy szerelem az, ha egyik a másikát repülni hagyja, de ha zuhan, félszárnyát kölcsön adja. Egyébként nagyon visszaadja, nyilvánvalóan ez is egy olyan kép. De az, amit mondjuk Radnóti megírt ilyen mélyen, és ezért is kérdeztem, hogy miért pont Radnóti, mert azt látom, hogy a versben a mélységet és az emberi kapcsolatokban is a mélységet keresed. De Törőcsik Franciskának milyen az emberi kapcsolatok mélysége? Én ugye akarva-akaratlanul színészként is nézem a művészeteket, és például a költészetben is megpróbál megkeresni a mögötte lévő embert, és nekem így valahogy, tehát ez az egész szerelem, meg az egész élettörténete Radnótinak nekem így együtt adja ki azt, hogy mit jelent az a vers. Tehát nem tudom csak úgy a verset nézni önmagában, mint egy művészi alkotást, hanem valahogy összefordul. Nyilván másnak is, csak azt érzem, hogy ez nekem így hatványozottan van valahogy. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő, s áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett.
hasonlatnit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek. Zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek. S mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint ajad kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnyal ebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is. Nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Azért is fontos nekem ez a vers, mert valahogy azt érzem, hogy ez nyilván általános a világban, de hogy ez a düh, meg ez a kirekesztés, ez a háborúskodás úgy általában szerintem nagyon ijesztő, és azt érzem, hogy, illetve nem is csak érzem, hanem egyszerűen látható, hogy hogyha nem tanulunk meg visszalépni, megbecsülni, amink van, tisztelni a másik embert, akkor egyszerűen fel fog örlődni a világ. Most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ezek nekem mind benne vannak ebben a versben. Egyfajta iránymutatás is, vagy egyfajta, nem is tudom, segélykiáltás, egy kiáltás a jövőbe, hiszen Radnóti a erőltetett menetben nyilván nem volt olyan hatalmas motivációja úgy önmagában, nyilván Fanni szerelmén kívül megírni ezeket a gondolatokat, de én azt érzem, hogy azért is megírta ezeket, hogy egyszerűen a jövőben is szóljon ezzel, hogy ne bántsuk egymást. Tehát, hogy ez a legfontosabb, és valahogy nekem ezek mind benne vannak ebben a versben. Ugye Radnóti számára ez a jövő volt, és te is beszéltél arról, hogy ha az ember nem tud emberként bánni az embertársaival, akkor hová fog fajulni a világ a jövőben, de érezhető nyilván nagyon pontosan a szavaidból, hogy a jelenkor is nagyjából azt érzed, hogy valamelyest a közönösség kiüresedetté, és leginkább elfordulóvá válnak az emberek. Te hol találod meg saját magadnak azokat a pontokat, amitől ez mégis emberségessé tehető, vagy nem csak elviselhető, hanem élvezhető is, mert nem elviselni, nem vegetálni kell az életben, hanem azt élvezni minden szinten. Én szerintem, én mindenkit megpróbálok megérteni. Ez nem akarok képmutató lenni, ez rengetegszer egyáltalán nem sikerül. De valahogy az van bennünk, hogy nyilván ez egyfajta evolúciós pszichológia is, hogy az ember gyorsan ki akar alakítani a másik emberről egy véleményt, hogyha valami olyasmit észlel, ami nem megszokott, attól fél. Tehát, hogy ezek ilyen ösztönös dolgok. De szerintem ezen nap mint nap valahogy dolgozni kell, és én például próbálok ezen dolgozni, hogyha vannak is előítéleteim, akkor mindig próbálom abban a pillanatban így átgondolni, mit tudom, én látok valakit a buszon, és akkor megítélem, hogy nem tudom, hogy öltözik, és akkor gyorsan átgondolom, hogy miért öltözik így, hogy neki ez a szép, hogyha ő rám néz, akkor vajon ő mit lát, akkor az milyen hülye bölcsészlány, hogy néz ki. Tehát, hogy ugyanúgy ez ugyanoda, tehát oda-vissza érvényesek ezek az előítéletek, és hogy valahogy hiszek ezekben a láthatatlan energiákban is, amiket lehet egyszerűen csak úgy is megfogalmazni, hogy nem tudom, mimika, meg gesztusok, meg tehát kommunikáció, de hogy hiszek abban, hogy érződik, tehát nem lehet egy műmosollyal felülviselkedni azt, amit tegnap gondoltál. Még akkor is, ha abban a pillanatban nem gondolod, szerintem arra is kell vigyázni, hogy tegnap mit gondoltál arról az emberről, nehogy Isten mit mondtál. És ezen próbálok dolgozni magam miatt, mert azt érzem, hogyha én
másokat kibeszélek, akkor ezzel a legnagyobbat magamnak ártam, és elindul egyfajta gyűlölet hullám, ami sehova nem vezet, de leginkább magamat károsítom, és hát valahogy így. Az emberek kölcsönhatása benne van. Ez nagyjából olyan egyébként, amit a Radnóti Miklós a Kis nyelvtanban leír, ami az Erőhang egy monodrámához című versében is szerepel, hogy én vagyok magamnak, s néked én te vagyok. Te én vagy magadnak, két külön hatalom, s ketten mi vagyunk, de csak a vállalom. Tehát, hogy az ember tudja, hogy a másikhoz igen, hogyan viszonyuljon, és visszafelé is tudhatni azzá. Radnóti Miklós kapcsolata tiszta volt az emberekkel, a költészettel, a vallással és a nemzettel is. Utóbbi kettőt az embertelenség korában nem vették észre, és nem vették tudomásul. Az a pillanat, amikor Fanni kikísérte a pályaudvarra, ahol utoljára látták egymást, és ezt sejteni lehetett, szörnyű és felejthetetlen volt. Akár csak utána, amikor Fanninak folytatnia kellett az életét, mintha minden normális volna körülötte. Erről az időszakról volt alkalmam beszélgetni vele egykori otthonukban. Fanni alig 14 éves, a költő 17 volt, amikor megismerkedtek, és övék volt a világ. Mégis kapcsolatukban a teljes egyenjogúságot, a feltétel nélküli elfogadást próbálták megvalósítani. Ebben a nagyon is modern, ma mégsem egyértelmű életszemléletben Sík Sándor papköltő és maga a költészet segítette őket. Mennyire segít neked az irodalom, a színház vagy a vers a hétköznapokban? Szerintem mindenkinek segítene, tehát nem mindenki él ezzel sajnos, meg egyre inkább ugye kifelé tolódik a figyelem, így a külalakra, a külsőségekre, de azt gondolom, hogy például a Novák Eszter volt ugye az egyetemen az osztályfőnököm, és ő például javasolta minden színésznek, vagy hát nekünk, hogy olvassunk több regényt, mert ahogy olvassuk ezeket a belső bonyolult lelki folyamatokat, amiket leír egy zseniális író, attól mi is többek leszünk, meg több lesz az is, ahogyan játszunk, mert ezeket a folyamatokat valahogy be tudjuk építeni. És én azt gondolom, hogy valahogy mindenből lehet tanulni. És furcsa módon ez még mindig, tehát hogyha valaki nagyon-nagyon olvasott, hát számtalanszor látjuk, hogy nagyon olvasott emberek mennyire más dolgokban, mennyire sehol nem járnak, és egyszerűen nem tartanak ott, mint mondjuk kevésbé olvasott emberek. Szóval ezek így nincsenek összefüggésbe, de valahogy úgy jól értelmezni, meg jól beépíteni ezeket a mélységeket, az szerintem egy igazi nagy feladat, és azon is dolgozni kell. Te tudod-e azt, hogy számodra mi lehet az a fajta olyan cél, amikor azt mondod, hogy szakmailag és emberileg is itt kellene, hogy tartsak? Itt nem díjakra, meg ilyesmikre gondolok, tehát nem felszínes, külsőséges dolgokra, hanem ami neked nagyon bensőséges. Tehát mi az a harmónia, amiben te igazán el tudnád magad képzelni a hétköznapokban? Hát igazából én nagyon igyekszem, hogy a pillanatban tudjak minél jobban élni. Ez nyilván nagyon nehéz, mert én azt gondolom, hogy minden arányok kérdése. Tehát hosszú távú célok nélkül az ember élete az úgy nyilván csak egy ilyen pillanatnak élés, az úgy nem vezetne sehová, de a túlzott jövőben élés, meg a terveinknek élés, meg a túlzott múltban élés, az is felemészti az embert. Szóval én a harmóniát ebben keresem, hogy úgy meglegyen az aránya ennek a kettő dolognak, hogy a jelenben is tudjak lenni, meg a jövőben is, meg a múltban is, de ezt jó arányban. Ezen kívül az, hogy a munkámat, ami egy ilyen nagyon szép dolog, azt tényleg úgy tudjam minden nap felfogni, hogy nem az, hogy ez munka, hanem hogy mindig újra és újra megtaláljam benne az örömömet, mert van bőven, csak néha ezeket meg kell látni, mert hajlamosak vagyunk ugyanúgy munkának tekinteni néha, de hogy ezt szerintem meg nem szabad, mert ez is egy olyan nagy dolog, hogy az ember tényleg azzal foglalkozhat, hogy nem tudom, hogy én délelőtt Radnóti verseket olvastam, ez egy tök jó dolog, hogy tulajdonképpen ez hozzátartozik a munkámhoz, hogy ezáltal tudja épülni. Úgyhogy én valahogy így keresem a harmóniát. Kortárs költők közül van-e olyan, aki számodra nagyon fontos, hogy hozzád közel áll? Van, nagyon szeretem a kortárs női költőket, szeretem Karafiát, költészetét, Kis Judit Ágnesnek a verseit is nagyon szeretem. Most így ők jutottak eszembe első körben, szóval hogy igen, hogy ugye ez egy hosszú éveken át, vagy évszázadokon át egy fajta adósság volt, hogy a női lélek felől megközelíteni akár a szerelmet, akár bármi egyéb témát, és tök jó,
hogy ebben az egyenjogúságban így haladunk fölfelé a ranglétre, ha lehet így fogalmazni, és hogy tényleg egyre több, nem szeretem ezt a szót, hogy női film, mert ez olyan furcsa, hogyha a Tarantino rendez egy filmet, azt nem azt mondják, hogy ez egy férfi film, hanem az egy film, meg egy filmrendező, és akkor a női filmrendező olyan már önmagában furcsa, hogy különbséget kell tenni, de kénytelen vagyok különbséget tenni egyelőre. Több női rendezőnek készül olyan filmje, ami a női lélekkel jobban foglalkozik, mint mondjuk általában egy férfi filmrendező filmje, de nem akarok ebben sem előítéletes lenni, mert számtalan olyan csodálatos filmrendező van, aki a női lélek ábrázolásában nagyon-nagyon jó volt. Megértem, amit mondasz. Én például nagyon óckodom attól, amikor valakire azt írják oda, hogy színésznő, költőnő. Ez olyan, mintha mosónőt írnának, de az ember azt tudja, hogy mosónő, meg titkárnő, mert titkár, meg mosó viszonylag kevés létezik. Hogy amit említettél, ez a színésznő kérdés, olyan érdekes, most bocsánat, csak tegnap láttam, volt egyszer egy Hollywood, ez a magyar címe, ugye? Aha. Volt egyszer egy Hollywood című filmet, és most még nagyon bennem él, én nagyon imádtam, és akkor pont ott van ez a kis lányal a jelenet, amikor mondja, hogy ő nem szereti, hogyha őt színésznőnek szólítják, ő színész. És hogy olyan érdekes, hogy én mindig így mondtam, amikor így kérdezték, hogy és akkor jó, színésznő, oké, de úgy valahogy mindig zavart valami, és nem tudtam megmondani, hogy mi zavart. De tegnap ez a kislány a Tarantino filmben, és a Tarantino filmben szól, hogy tessék, itt van egy... A férfi segített a rendező névén. Igen, tehát egy férfi rendező adta, vagy fogalmazta meg ezt a gondolatot, hogy ez így igen, valóban ez innentől kezdve így fog bemutatkozni, hogy Törőcsik Franciska színész. Úgy nagyon ilyen. Helyes. Nagyjából látni egy hatalmas perspektívát, amit magad elé állítottál, és ami vélhetően vár rád. Volt egy mondatod, a szerelem, ami Radnóti Miklósnál nagyon-nagyon nyomatékosan jelen van, és nagyon mélyen jelen van, de azt nem tudom, hogy te hogyan gondolkodsz erről. Tehát ez a szerelem, ez hol van az életedben, vagy mit vársz, hol lesz? Nekem fontos ez az egész kérdés. Azt nem tudom, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy mi a szerelem, pontosan én sem. De azt gondolom, hogy tényleg az érzelmeknek ez a mélysége, ez kell, hogy létezzen, és szerintem létezik is, és tenni kell érte, mint ahogy biztosan Radnóti és Gyarmati Fanni is tett ezért, a kapcsolatért. Voltak nehezebb időszakok, amikor meg kellett vele küzdeni, hogy belépett egy harmadik a képbe, és szóval nem tudom pontosan, és szerintem erre senki nem tud értelmes választ adni, meg mindenkinek más jelent a szerelem, de én azt gondolom, hogy akkor van a szerelem, hogyha mi úgy érezzük, hogy van, és mi teszünk érte. Ez nem úgy, szóval szerintem ez nem úgy van, hogy jaj, most hoppá, jaj, valami belém csapott, szerelmes vagyok, hanem azért nap mint nap tenni kell, hogy az ember szerelmes tudjon maradni, szerelembe tudjon esni. Úgyhogy én ezt gondolom erről a témáról. Ahogy Radnóti mondja az Áhíta Zsoltáraiban, hogy szakadt, dúlt ajkunk között forgó feszülők szavaink is csókká gömbölyödnek. Nagyon bízok benne, hogy akkor ez a csók, ez valahol ott érik, úgy olyan mélységben, ahol Radnótiék mélysége volt. A következő vendég a sorok között. Petőfi Sándor János vitézét hozod el, miközben Rómeótól jött egy Szabó Lőrinc vers, még nem árulom már, hogy melyik és hogy miért. Mi az apropója annak, hogy egyébként egy ilyen rendkívüli fizikum, ilyen sportoló, akiről tényleg azt mondaná az ember, ez a fickó, ez a sportember, ez tuti, hogy előhúz valaki, olyas valakit a kortársak közül, akit a líra legszebbét, legmacsósabb versét fogja mondani, ehhez képest az egyik legszebb tündérmesét hozzá. Én nemrég olvastam egyébként el, és most ez lehet, hogy hülyén jön ki, vagy bénán, de én többször el tudtam volna sírni magamat, miközben olvastam. Számomra nagyon romantikus is, és annyira tiszta. Az élet nem ennyire tiszta. Azt gondoltam, hogy nem mindennapi, nem hétköznapi egy verset adni ajándékba, pláne úgy, hogy nem felolvasom, hanem picit dolgozok vele, tehát megtanulom és előadom egy olyan helyzetbe. Úgyhogy vettem a fáradtságot, és megtanultam egy Szabó Lőrinc verset. Fontos, a műsor és a vers megnézhető a YouTube csatornámon, ahol néhány olyan beszélgetést is láthatnak, ami már nem fért bele az adásidőbe. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve.
A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak.